Ha magyar hegedűs hagyományról beszélünk, legtöbben még ma is a 19. század során méltán híressé vált magyar cigán zenére gondolnak, amely hosszú ideig meghatározó hatást gyakorolt a magyar zenei életre. Azt, hogy a falusi vonószenei hagyomány nem azonos a cigán zenével, csak a II. Világháború után meginduló hangszeres népzenekutatás eredményei, illetve ezeknek az időközben előkerült zenetörténeti adatokkal való összevetése tette egyértelműen világossá. Azt pedig csak az utóbbi évtizedek kutatásai igazolták, hogy az a zenei kincs, amelyet az erdélyi magyar falvak zenei hagyománya a 20. század végéig, 21. század elejéig még mindig őriz, a régi, 18. században még általánosan ismert magyar tánczene öröksége. Magyarországon több száz éves hagyománya volt a modern hegedűtől kissé különböző egy vagy többféle vonós hangszernek, amelyen évezredes zenei hagyományunk dallamait korábban is megszólaltattuk. Az itáliai mesterek munkája nyomán kialakult új formájú mai hegedű a 18. századtól a magyar nép körében is terjedni kezdett ugyan, azonban ezen is a régi archaikus hangszerek játékmódjával kezdtek játszani. Ezt igazolja, hogy Európában a magyar archaikus hegedűjátékon kívül nem találunk olyan még mindig élő vonós hagyományt, amely ehhez hasonló mértékben őrizné például a barokk zene előadásmódjának mindazon jegyeit, amelyeket a 18. századi elméleti munkákból, a korabeli ábrázolásokból, illetve a korabeli zene remek műveiből ismerhetünk. A felvételen a Palotkai bandát láthatjuk. Jól látható, a hegedűsök jellegzetes, a klasszikustól eltérő hangszertartása. A hegedűt nem állukkal tartják, áltartót válpárnát nem használnak, a hangszert nyakuknak, mellüknek vagy kulcsontjukra támasztják, a hegedű nyak felőli jobboldali alsó kávája csuklójukon nyugszik. E tartásmód lehetővé teszi, hogy a vastaghúrok használatakor a hangszert fordítsák a vonómozgásának sikjához, és ne a karjukat kelljen a vastaghúr sikjához emelni. Ennek nem a kényelem vagy a lustaság az oka. A rendszerint másfél napig tartó lakodalmi mulatságokon a 25-30 órán át tartó folyamatos hangszerjátékot csak rendkívül energiatakarékos, ergonomikus hangszertechnikával lehet sérülés nélkül elviselni. Márpedig az ilyen lakodalmakat kiszolgáló zenészek között nem találunk olyat, aki inhüveggyulladástól szenvedne. Az archaikus játékmóddal játszó falusi muzsikusok a vonótartásának különféle módjait alkalmazzák, amelyek rendszerint eltérnek a mai klasszikus vonótartástól, ellenben meglehetősen hasonlók a korábbi századok európai hegedűs gyakorlatában ismertekkel. A vonótartásának különféle módjai nem tájhoz, zenei dialektus területhez kötődnek, hanem a muzsikusok személyéhez. A vonótartásának egyik módja, amikor a hegedűs a vonó kápáját marokra fogja, illetve a kápát alulról a hüvelykujjával tartja. A vonótartásának ez a módja a 18. századi nyugat-európai forrásokban leírt francia vonófogással azonosítható. Az is gyakori, hogy a vonó pálcáját a kápa fölött fogják marokra, illetve tartják ujjaikkal. A 18. századi forrásokban ezt a tartásmódot olasz vonófogásként említik. A mai klasszikus hegedűsök vonófogásához talán a vonótartásának az a módja hasonlít leginkább, amikor a vonópálcáját a kápánál fogja marokra a muzsikus, illetve tartja ujjaival. Azonban ahogyan ezt teszi, mégis sajátosan különbözik attól. A sajátos hangszer és vonófogás jelentősége nem a klasszikus hegedűs gyakorlattól való különbözőségben rejlik, hanem abban, hogy ezek biztosítanak hangszertechnikai lehetőséget a népzene hangzás világának zenei kifejezésrendszerének megszólaltatásához. A bal és jobb kéz,
A hangszer és a vonó, valamint a sajátos játékmód alkotta artikulációs rendszer népzenénk hangzásvilágához alakult ki. E rendszer minden eleme felelős azért a hangzásért, amelyet az archaikus játékmóddal játszó hegedűsöktől még ma is hallhatunk. Az artikulációs rendszer sajátságainak köszönhetők a hegedűjáték jellegzetes hangereje, hangminősége, hangszíne, a dinamika, valamint a hangsúlyozás és ritmizálás sajátságai, a ritmus értelmezésének megjelenítésének sajátos módjai. A vonó fogásának módjai falusi hegedűseink gyakorlatában nem mutatnak tehát lényeges különbséget az európai hegedűjáték korábbi történeti korszakaiban leírt, illetve ábrázolt módoktól. Azt, hogy a korábbi korszakok vonóhasználata pontosan milyen is volt a gyakorlatban, csak találgathatjuk, alaposan csak az ebből kialakult és mára elterjedt klasszikus vonókezelést ismerhetjük. Az archaikus magyar hegedűjáték vonótechnikája ettől azonban lényegében tér el. Az a mód, ahogyan archaikusan játszó hegedűseink a vonót kezelik, régi, vélhetően keleti vagy távol-keleti eredeti vonótechnika, amely a vonót ütő vagy inkább vágó szerszámként használja. A vonó pálcáját a hegedűs határozottan tartja kezében, mint egy ütő, vágó szerszámot, és némi egyszerűsítéssel fogalmazva a húr síkjával párhuzamosan suhogtatja. Az így húr fölött suhogtatott vonószőre játék közben rendszerint nagy sebességgel csapódik a húrra, különösen intenzív rezgésbe hozva azt. Amikor 1877-ben Liszt Ferenc egy Teleki Csándorhoz írott levelében Pócsi Laciról, Teleki cigány muzsikusáról érdeklődött, azt tudakolta, csinál-e még kardvágásokat vonójával. Liszt e megfogalmazásával a lényegét adatta meg a régi stílusú vonókezelésnek. A kardcsapásszerű vonóindítás a hegedűn ütő hangszerszerű játékot tesz lehetővé. Ezzel a vonókezeléssel a hang megszólalása teljesen egybeesik a hangsúlyjal. Ebben ragadható meg a klasszikus és az archaikus magyar vonókezelés közötti különbség lényege. Elképzelhető, hogy Bartókot, aki több ezer hegedű dallamot gyűjtött archaikusan játszó erdélyi hegedűsöktől, ez a vonókezelési mód inspirálta, amikor a zongorát forradalmian új módon, ütő hangszerszerűen kezdte használni. A vonókezelésnek ez a módja a legalább 2000 éves múltra visszatekintő kínai hegedűjátékában is hasonlóan történik. A kardcsapásszerű vonóindítás legfontosabb jellemzője, hogy a már nagy sebességgel mozgó vonó szólaltatja meg a hangot, amelynek hangsúlyos indításához szükséges indító nyomaték a vonó mozgásából, lendületéből ered. A még levegőben felgyorsuló vonó a húrt különösen intenzíven képes megrezgetni, szinte túlgerjesztett állapotba hozza, ami egyrészt erőteljes hangsúlyozást tesz lehetővé, másrészt a hang minőségét is meghatározó módon befolyásolja. Ennek köszönhető például a falusi hegedűsök játékának fúvós hangszerszerű hangja. A vonó lendületbehozásának még más módjait is alkalmazzák a falusi hegedűsök, amelyek lehetővé teszik, hogy akkor is a sebesen mozgó vonó szólaltassa meg a hangot, amikor a vonás a húrról indul. Az egyik ilyen megoldás, amikor a húrról induló vonás indításakor a vonót tartó készfej a hirtelen lendülő alkarhoz képest lemarad, ellenkező irányba hanyatlik, ahhoz hasonlóan, ahogyan például egy kő elhajításakor vagy kalapáláskor a követ szerszámot tartó készfejünk a hirtelen mozdulattól a mozgás irányával ellentétes irányba mozdul. Csuklong, inaink, izmaink rugalmasságának köszönhetően a hátrahanyatló mozdulat végén a vonót tartó készfejünk óriási sebességgel hozza be lefelé lendült karunkhoz viszonyított lemaradását. Rugó módjára csapódik vissza. A vonó a visszacsapódó mozdulat pillanatában kissé levegőbe is emelkedhet, hogy aztán a már említett módon használhassa ki mozgási energiáját a vonás hangsúlyos indításához. A vonó lendületbehozásának gyakori módja az is, amikor a vonás ugyan a húrról indul, de olyan sebes,
a karatézők ütéstechnikájához hasonlítható mozdulattal, hogy a hang ugyanúgy csak a vonó mozgásának későbbi szakaszában a vonó több centiméteres haladása után szólal meg, mint a levegőből induló karcsapásszerű vonás esetén. Azt is megfigyelhetjük, hogy nem egyszer előkék díszítő hangok hangcsoportok játéka szolgálja a vonó lendületbehozásának belendítésének célját. Karcsapásszerű vonóindítás következtében impulzusszerű hangsúllyal megszólaltatott hang rendszerint csökkenő dinamikával halkulva folytatódik. A viszonylagos halkulás ellenére a húr túlgerjesztett állapota, ennek köszönhető hangereje és jellegzetes hangszíne is megmaradhat, ugyanis a nagy kezdeti sebesség után esetleg hirtelen lelassuló vonó már kisebb sebességgel is fent tudja tartani a húr erős rezgését. Ez a megoldás rendkívül energiatakarékossá, ergonomikussá teszi a vonó használatát. A vonó sebességének hirtelen lassítása mellett azonban gyakran találhatunk példát a vonó hirtelen gyorsítására, illetve gyorsítására, majd lassítására is. Ez utóbbi megoldással egy-egy hangot, ütemet vagy dallamrészt hangsúlyoznak, emelnek ki, vagy tesznek plasztikussá. A vonóindítás, vonóvezetés sajátosságai többnyire a hang megszólaltatását, minőségét teszik jellegzetessé. A hegedűjáték karakterét a hang minőségén, megszólaltatásának módján kívül főként a vonásmódok befolyásolják. Ezek közül is talán a legjellegzetesebbek azok, amelyek a régi stílusú közepes, illetve gyors tempójú, aszimmetrikus hangsúlyozású táncdallamok játékához alakultak ki. A dallamtípusok aszimmetrikus hangsúlyozását a karcsapásszerű vonás különböző változatai, vonás kombinációi teszik lehetővé. Ezek a vonásmódok, vonás kombinációk legtöbbször egy-egy hangpár jellegzetes ritmizálású, hangsúlyozású, illetve arányú megszólaltatását, a vonások egymás utáni sorozatként való alkalmazása, a dallamok jellemző sorozatszerűen ismétlődő ringó ritmusainak játékát teszik lehetővé. A szóban forgó vonásmódok, vonáskombinációk szinte önmagukban biztosítják a dallamok aszimmetrikus megszólaltatását. Minthogy az említett vonásmódok legjellemzőbb módon a legényes dallamok játékában figyelhetők meg, e dallam, illetve tánctípusra utalva az egyszerűség kedvéért a továbbiakban legényes vonásnak nevezzük-e vonásmódot. Függetlenül attól, hogy a szóban forgó játékmód többféle tánc kíséri dallamának játékában is megtalálható. A legényes vonásnak több fajtáját is felfedezhetjük a falusi klímások játékában. Ezek közül talán legtöbb figyelmet az az összetett vonásmód érdemel, amely egymást követő karcsapásszerű rövid vonásokból, valamint az ezek indításakor a vonó lendületvétele következtében megszólaló, hangsúlytalan előkék sorozatából áll. Ez a vonásmód ad ugyanis lehetőséget a közepes tempójú, aszimmetrikus hangsúlyozású dallamok 16-os mozgású dallamrészeinek játékakor az improvizatív vonókezelésre. A hangsúlyos hangok előtt előkeként megszólaló hangsúlytalan hangokat a vonó belendítésének önkéntelen visszacsapódó reflex mozdulata szólaltatja meg. Úgy is mondhatjuk, hogy ezek a hangok automatikusan szólalnak meg az utánuk következő hangsúlyos hangok melléktermékeként.
Miután a társdallamok 16-os mozgású dallam részeiről van szó, a 16-os hangcsoportok hangsúlytalan, tehát a második, negyedik, hatodik, nyolcadik hangjai azok, amelyek ilyen módon automatikusan szólalnak meg. Vagyis miközben a dallam 16-os mozgású, a hegedűs 8-os dallammozgás tempójában gondolkodhat a vonójárásán. Ez a játékmód nagy segítséget jelent a prímásnak például akkor, amikor férfi táncot kísér. Ilyenkor a táncos újabb és újabb ritmus változatokat kikopogó lábát figyelve, annak tempójához, esetleg ritmusaihoz igazodva kell játszon, ami megköveteli a vonó irányának, a hangok kötésének, hangsúlyozásának pillanatszülte igény vagy ötlet szerinti sűrű változtatását. A vonóindítás, vonóvezetés, a különféle vonásmódok, vonókezelési megoldások összekapcsolása olyan vonás kombinációkat eredményez, amelyek régi stílusú táncdallamaink legösszetettebb, legbonyolultabb hangsúlyozási megoldásainak megszólaltatására is alkalmasak. Olyanokra például, mint amikor a hegedű a dallam játékakor, annak ritmusán kívül, a kontrahangsúlyokat, valamint a háttér ritmusokat is megjelenítve, több szólamú ritmus kísérettel látja el a maga játszotta dallamot. Ez a játékmód a hangsúlyozás, ritmizálás legbonyolultabb, legösszetettebb megoldásai közé sorolható. Sajátos artikulációs rendszer másik kulcsfontosságú eleme a bal kéz, amely tartja is a hangszert és játszik is rajta. Amint láthattuk, az archaikus játékmódot ismerő és alkalmazó falusi hegedűs akár mellének, vállának vagy kulcsontjának támasztja hangszerét, hegedűje nyakfelőli, jobboldali kábájának hátlafelőli pereme, csuklója belső oldalára támaszkodik. Ha találunk is arra példát, hogy egyes primások kávának támasztott csuklójukat elemelik a kávától egy-egy hang, hangcsoport díszítő megoldás játékakor, ez csupán alkalmi jelenség. A csuklótámaszt tartós megszűnését a városi cigányzene, illetve ezen keresztül a klasszikus európai hegedű játék hatásának tekinthetjük. A csuklóra támaszkodó káva a hangszer és a kéz közötti közvetlenebb kapcsolat ad lehetőséget például arra is, hogy a hegedűs a G-úr használatakor a húr síkját forgathassa a vonó mozgásának síkjához, ezzel könnyítve meg a jobbkar munkáját. Így a G-húron megszólaltatandó dallam részjáték akkor a jobbkart nem kell jobban felemelni, mint egyébként az A-úr használatakor. Ennek megint csak a falusi hegedűsök rendkívüli igénybevétele, a sokszor 24 óránál is hosszabb időtartamú, szinte folyamatos hangszerjáték miatt van jelentősége. A hangszer tartásának a fekvések használatában, illetve a fekvésváltásban is meghatározó a szerepe. A csuklóra támaszkodó káva és az ehhez szükséges kéztartás miatt a kéz alaphelyzetben nem az első fekvésben van, hanem félfekvésben az első és második fekvés között. Hogy pontosan hol, az függhet némileg a kézfej méretétől is. Emiatt ugyan az első, illetve a második ujjal játszandó hangokért kissé vissza kell nyúlni, az ujjak pedig laposabban érintkeznek a húrokkal, azonban mindez előnyé válik a sajátos, jellegzetes zenei kifejezési eszközök alkalmazásakor. A félfekvésben való játék nem csak az első fekvés használatakor kínál sajátos megoldást, hanem a második fekvés használatát is befolyásolja. A közeli viszonyítási pont miatt a második fekvés használata meglehetősen egyszerűvé, biztonságossá válik. Részben ez is magyarázhatja, hogy gyakran alapfekvésként használják a második fekvést, de ezt hangszeres dallamaink hangsora, hangkészlete, valamint hegedűn való játékának hagyománya is indokolhatja. Harmadik, illetve negyedik fekvésben az archaikus technikával játszó hegedűsök keze, tenyerük, csuklójuk felüli része épp úgy a hegedű kávájára támaszkodik, mint a klasszikus hegedűsöké. Magasabb fekvésekben, 5., 6., 7. fekvésben pedig ezekhez hasonló módon kerüli ki a hangszertestét, csak ehhez még a hangszer csekély mértékű elforgatásával is segítséget nyújtanak legtöbbször.
Annak, hogy a hetedik fekvés fölötti fekvések nem használatosak a hagyományos archaikus hegedű játékban, valószínűleg praktikus oka van. A hetedik fekvés fölött a hangszer hangerésen megfelelő a tánchoz való muzsikáláshoz, másrészt a falusi közösségi tánc alkalmak körülményei sem alkalmasak a magasabb regiszterben játszott zenének hallgatásához. A falusi hegedűsök gyakran melléknek támasztják hangszerüket, ami szinte lehetetlenné is teszi a csuklótámasz megszüntetését. A díszítmények díszítő hangcsoportok hagyomány szerinti megszólaltatásához is nélkülözhetetlen a csuklótámasz által biztosított hangszer és muzsikus közötti igen közvetlen kapcsolat. Annak, hogy a hangszer a csukló tövére támaszkodik, egyrészt az a jelentősége, hogy a készfej és az ujjak helyzete miatt közelibb, közvetlenebb az ujjak kapcsolata a húrokkal, másrészt a viszonyítási pont nem az ujjaktól távoli vál, hanem a hegedűs tenyerének töve. Mindez különleges lehetőséget biztosít az ujjak számára a billentésben, intonálásban, a díszítmények játékában. A hanglebegtetés különböző lehetőségeinek, a vibrátónak, az alsó, illetve felső trillának, a körülírásnak a sebessége, intenzitása, amplitúdója, karaktere például, a közeli alátámasztási pont körül, lengőmozgást végző készfej mozgásának sebességétől, intenzitásától, amplitúdójától függ. A különböző díszítési lehetőségek összekapcsolásával létrejövő összetett díszítmények, különösen pedig ezek állandósuló zenei hangulatokat rögzítő zenei képeknek nevezhető bonyolultabb formái is csak a betámasztott tartással szólaltathatók meg úgy, ahogyan az archaikus játékmóddal játszó falusi hegedűsök játékában hallhatók. Népzenénk régi stílusú énekes vagy akár hangszeres előadásmódjának díszítményei nem öncélú díszítő elemek, hanem a dallamok hangjainak olyan módosulásai, kiegészítői vagy toldalékai, amelyek a dallamok bizonyos fordulatainak értelmezését, hangsúlyozását, ritmizálását segítik, illetve teszik érthetővé. Ezek közül nem egy megoldás a korabeli századok európai zenében is ismert volt. A barokk zene előadás módjáról szóló korabeli írások is leírják például a hanglebegtetés azon módjait, amelyeket archaikus stílusban játszó falusi hegedűseink alkalmaznak. Az, hogy a díszítő megoldások mordenttel kezdődnek, például a régi angol lanzenében is megtalálható, de a mezőségi zenében is. A most megszólaló díszítő megoldás, amely a palatkai zenének nélkülözhetetlen eleme, több barokk szerző művében is szinte hangról hangra ugyanígy hallható. A sajátos artikulációs rendszer biztosítja tehát a hangszertechnikai hátteret ahhoz a hangszeres játékmódhoz, amelynek legfőbb feladata a dallamoknak a nép zenei gondolkodása szerinti megszólaltatása. Mindaz, amit a bal, illetve jobb kézzel kapcsolatban említettünk, a játékmódon keresztül a dallamok hangzását befolyásolja, illetve teszi jellegzetessé. Az artikulációs rendszer adta lehetőségek tehát egyrészt meghatározzák a játékmódot, valamint sok tekintetben a zene hangzását is. Azonban mindez csak a hangszertechnikai hátteret biztosítja a közösségi zenei nyelv megnyilvánulásaihoz. E zenei nyelv valódi karakterét, jellegét a zene előadásmódja határozza meg, amely egyensúlyt teremt a közösség zenei hagyományának megszólaltatása, valamint az egyén kifejező készsége, tehetsége, közösségi szerepe között. Az adott falu, táj, dialektus terület hangszeres zenei, tánczenei műfajának megszólaltatását az előadásmód teszi egyedivé, összetéveszthetetlenné. A dallamok ritmizálása, beszédszerű megszólaltatása, hangsúlyozásuk, háttérritmusaik kiemelése, jellegzetes díszítményeik csak a hagyományos előadásmóddal szólalnak meg úgy, ahogyan a falusi emberek elvárásai szerint meg kell szólalniuk. Az énekes előadásmóddal csak úgy, mint a nép által készített és használt hangszerekkel szemben a legfőbb követelmény mindig is az volt, hogy a nép zenei hangzással kapcsolatos elvárásai szerint legyenek képesek megszólaltatni a dallamokat.
ugyanennek a hangzásbeli elvárásnak kielégítésére tették alkalmassá az európai hegedűt is, részben a hangszer jellegzetes beállításával, részben a sajátos játékmóddal. A nép sajátos, kifinomult zenei igényének következménye az az előadásmód, ahogyan a falusi ember dalait, dallamait megszólaltatta, vagy azok megszólaltatását elvárta, helyenként még ma is elvárja muzsikusaitól. Mindez a hegedű játékra is vonatkozik, függetlenül attól, hogy az elmúlt 100-150 év során a vonós zenés szerepét faluhelyen egyre inkább a cigány muzsikusok kezdték betölteni. Amikor az archaikus magyar hegedűjáték hangszertechnikai eszköztárát vizsgáljuk, nem hagyható figyelmen kívül tehát az a tény, hogy a hegedűjáték hangszertechnikai eszköztára egy több száz éves, vagy még ennél is régebbi hagyományba gyökerező zenei világ hangzásbeli elvárásait, a zene megszólaltatásával kapcsolatos követelményrendszerét hivatott kielégíteni. Egy olyan zenei hagyomány igényeit, amely Európa szívében a 21. század kezdetéig is még jó részt érintetlen maradt az európai zenei írásbeliség hatásától. A 18. századi kéziratos zenei gyűjtemények, valamint a még ma is, illetőleg az utóbbi időkig élő hangszeres hagyomány összehasonlítása arra enged következtetni, hogy archaikusan játszó falusi zenészeink a régi dallamokkal együtt megőrizhették a 250-300 évvel ezelőtti játékstílust. Részben ez okozhatja falusi hegedűseink játéka, illetve a barokk zene előadásmódja közötti olykor kísérteties hasonlóságot. Másrészt viszont a korabeli kéziratos gyűjtemények, valamint népzenei hagyományok összehasonlítása arra is rávilágít, hogy itt a barokk zene hasonló megoldásaihoz legjobban hasonlító jellegzetes díszítmények, ritmikai megoldások, dallamszerkezetek már jóval korábban is hozzátartoztak a magyar zenéhez, illetve a magyar zene előadásához. A hegedű, illetve a különféle hegedűszerű hangszerek magyarországi története azt igazolja, hogy Magyarországon a hegedűjáték hagyománya Európában a legrégebbiekhez sorolható. A magyar hegedűs hagyományban az európai hegedűjáték több történeti korszakának nyomai is felismerhetők. Mindennek, valamint a magyar népzenei dialektus területek hegedűs hagyománya közötti rokonvonásoknak az oka, tehát nem a zenei hagyományunkra gyakorolt európai hatás, hanem sokkal inkább az, hogy a népünk által őrzött, éltetett hegedűs, jórészt tánczenei hagyományunk a legnagyobb hatásúak közé tartozott Európában.